Falunappal ünnepelték az államalapítást Mezőtárkányon az elmúlt hétvégén. A Szent István napi ünnepség kenyérszenteléssel kezdődött. Papler Pál plébános megáldott az új kenyeret, majd Tótni Szabó Anita polgármester beszédében megemlékezett Szent István példamutató életéről, örökségéről, és összegezt az elmúlt időszak legfontosabb fejlesztéseit a községben. Többek között az útfelújításokat, a polgármesteri hivatal korszerűsítését, játszóudvar kialakítását az óvodában, ösztöndíjprogramokat, képzéseket. Kiemelte, hogy az önkormányzat tervei között szerepel bérlakások kialakítása és a Magyar Falu programban egy mini bölcsöde építése is. Nagyon örülök, hogy a falu lakosságától bizalmat kaptam, megbízást arra feladatra, hogy hát véghez vigyem az elképzeléseimet közös erővel, ugye közösen a képviselőkkel, az intézményvezetőkkel, az intézményi dolgozókkal, és úgy gondolom, hogy jó irány az, amit én elképzelek, és velem válvetve a többiekkel együtt megvalósítjuk. Az eseményen részt vett Juhász Attila Simon, a Heves megyei közgyűlés Fidesz-KDNP-s elnök jelöltje. Beszédében hangsúlyozta, Heves megye az elmúlt években fejlődő pályára állt, és a legfontosabb cél, hogy ez a fejlődés a megye minden településén tovább erősödjön. 2010-ben a Heves megye maga a megye átalakulásával is egy fejlődő pályára állt, és 2010-től folyamatosan akár a pályázati források, akár pedig a nemzeti források biztosítják a megyének a fejlődés lehetőségét. Egy nagyon jó partnerség alakult ki itt Heves megyében, a települések országgyűlési képviselői, a települési polgármesterek és a Heves megyei önkormányzat között. Juhász Attila Simon hozzátette, bízik benne, hogy a továbbiakban is együtt tudnak majd dolgozni, valamint a terület és település fejlesztési operatív program és a Magyar Falu program lehetőséget biztosít a megye településeinek további fejlődésére. A Szent István napi ünnepségen adták át a Mezőtárkányért kitüntető címeket és a Mezőtárkány fejlődésért, haladásáért díszoklevelet. Idén Tótni Szabó Anita polgármester, aki 13 éve vezeti a települést, és a díjazottak között volt. Díszpolgári címet vetett át Pásztor István alpolgármestertől és dr. Kovács András jegyzőtől.